áfacsökkentést szeretnének. A kenyér alapvető élelmiszer, ezért is lenne indokolt a 18-ról 5%-ra történő adómérséklés, mondta el kérdésünkre a Magyar Pékszövetség alelnöke. Allergia szezon, most a platán, a tölgy, a pánzsitfűfélék és az eperfafélék okoznak kellemetlenséget a betegeknek. Kerékpáros balesetek. Tavaly több mint 16 ezeren sérültek meg közúti közlekedési balesetben. Mintegy 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója. A sütödék és áfa csökkentést szeretnének. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kenyér alapvető élelmiszer, ezért is lenne indokolt a 18-ról 5%-ra történő adómérséklés, mondta el kérdésünkre a Magyar Pékszövetség alelnöke. Lakatos Tibor hozzátette, az áfacsökkentés a fogyasztást is növelné és fehérítené az ágazatot. A sertéshússal kezdődött tavaly év elején az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, majd folytatódott a baromfi, a tej, a tojás, valamint az étkezési és telepítési célú hal is a kedvezményes áfakulcsba került. Mindegyik élelmiszer esetében a fogyasztás növekedésére számítottak, és az ágazatok fehéredését is várták az intézkedéstől. A Pékszövetség szerette volna elérni, hogy a sütőipari termékek utáni általános forgalmi adó mérséklődjön, de ennek tervezetét nem látják a következő évi költségvetés tervezetben, melyet éppen a héten bocsátottak vitára a parlamentben. 18-ra is ígéretet kaptunk, hogy abba adó törvényekbe meg fog jelenni a áfa mértékének a változása, és ugye a most napokban benyújtott költségvetési tervben nem szerepelt, úgyhogy ez teljesen meglepte a pék társadalmat, hiszen mi az igazán alapvető élelmiszer, ha nem a kenyér, a pékáru, és az agrárkamara elnöke is támogatja, ezek mellett még az éfos is támogatja azt a törekvését a Magyar Pékszövetségnek, hogy az áfakulcs csökkenjen 18-ról 5%-ra. Egy kiló kenyérért 190 forinttól akár 360 forintig is fizethetünk, kereskedelmi láncoktól, boltoktól függően, és attól függően, milyen sütőipari terméket választunk, hiszen a kenyérfélék széles választéka található a boltok polcain. Az év elején a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt 5-10%-os emelésre kényszerültek a sütőipari vállalkozások, hiszen a sütődékben nagy az élő munkaigény, bérpótlékokat, túlórákat is fizetni kell. Az áfa csökkentéssel le lehetne faragni a fogyasztói árakból. A kenyér árának a változását jelenteni mindenképpen, hiszen a 13%-os áfa csökkentésnek a hatásának annak kellene lenni, hogy csökkenjen a fogyasztói ár is. Azt ki kell hangsúlyozni, a kenyér árát nem a pékek határozzák meg. A kereskedelemben mi egy úgynevezett nettó átadási áron adjuk át a termékeket. A sütőipari termékek előállítási költségeit meghatározza a búza mennyisége és a liszt ára is. Ebben nem volt nagyobb mértékű változás az elmúlt években, tudtuk meg. Az ágazatot viszont továbbra is szakember hiány sújtja, országosan 2500-3000 pék hiányzik a szakmából. Május 22-e éjfélig teljesíthetik az adózók bevallási kötelezettségüket. A mulasztók akár 200 ezer forintos késedelmi pótlékot is fizethetnek. A megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel hosszabbított nyitvatartással állnak az adózók rendelkezésére a NAV központi ügyfélszolgálatai. Ezért pénteken és jövő héten hétfőn, azaz május 22-én is reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. Az elmúlt hetekben minden nap és ma is teltházas volt a NAV nyíregyházi ügyféltere. A legtöbben SZIA bevallásukat intézik, az adózók már csak pár napig, május 22-e éjfélig teljesíthetik bevallási kötelezettségüket. Ha éjfélig nem adják postára, illetve nem hagyják jóvá a tervezetet, vagy nem küldik be a részünkre, akkor ugye a bevallás tervezet ugyan automatikusan bevallássá válik, de az összes többi nem érkezik be, tehát késedelmi pótléka sújtható. A mulasztás összege egyébként 200 ezer forintig terjedhet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén mintegy 250 ezer bevallási tervezetet készített el a NAV. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig 120 ezer személyoldalmadó bevallás érkezett be. 19 ezeren fogadták el az ügyfélkapus ügyfelek közül azt a bevallási tervezetet, amelyet a részükre már megküldtünk.
illetve postai úton is küldtünk több mint 35 ezer adózónak ilyen bevallási tervezetet. Hogyha ők úgy gondolják, hogy ez megfelelő, akkor természetesen a bevallásuk jóváíródott, azonban, hogyha javítani, módosítani szeretnének rajta, azt mindenképpen a javítással együtt kell majd visszaküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére május 22-ig. Az adófelajánlási lehetőséggel nem mindenki él, tette hozzá a sajtóreferens, tavaly 102 ezer megyei adózó ajánlotta fel adója 1%-át. 1+1%-os felajánlásokkal kapcsolatban tavaly 935 civil szervezet részére több mint 222 millió forintot utalt ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megnövekedett ügyfélforgalomra tekintettel hosszabbított nyitvatartással állnak az adózók rendelkezésére a NAV központi ügyfélszolgálatai, ezért pénteken és jövő héten hétfőn, azaz május 22-én is 8:30-tól 18 óráig várják az ügyfeleket. Már tart az allergia szezon, most a platán, a tölgy, a pánzsitfűfélék és az eperfafélék okoznak kellemetlenségeket a betegeknek. Az általunk megkérdezett allergológus főorvos azt mondja, az allergia genetikai hajlamú megbetegedés, ám lehet, hogy csak felnőtt korban fejlődik ki a betegség. Egyes felmérések szerint a lakosság negyedének van valamilyen allergiás tünete. Az allergia a szervezet válaszreakciója a testbe került allergén anyagokra, amelyek lehetnek például a virágok pollenjei. Most a platán, a tölgy, a pázsitfűfélék és az eperfafélék okozhatnak allergiás tüneteket. Ez egy genetikai hajlamú megbetegedés, ami vagy 5 éves korban, vagy 50 éves korban, vagy 30 éves korban alakul ki, akkor, ha a külső tényező ennek megfelelő táptalajt ad. Tehát, hogyha mondjuk hajlamosak vagyunk például állati szőrallergiára, de nem tartunk állatot a környezetünkben, akkor nem valószínű, hogy kifejlődik ez a betegség. De ha bombázzuk a szervezetünket kisállatok, szőrös kisállatok tartásával, akkor kialakulhat. Az allergológiai szakrendelésen gyorsan, egyszerűen lehet elvégeztetni az allergiatesztet, az alkalra viszik fel a leggyakoribb allergéneket, azokat egy vékony kis fém eszközzel a bőrbe juttatják, majd a bőrreakció hevességét figyelik, ebből tudható meg, hogy ki, mire és mennyire allergiás. Mindig diagnosztizálni kell a betegséget, amikor tudjuk, hogy mire vagyunk allergiásak. A legjobb dolog az, hogyha elkerüljük a kiváltó ágens, tehát a kiváltó okot, amire allergiásan reagálunk. Természetesen pollen esetében, pollen allergia esetében ez nem megoldható. Mint említettem, állati szőrallergia, gombaspóra allergia esetén, akkor ezeket a kiváltó ágenseket el kell, hogy távolítsuk a környezetünkből, és akkor nem leszünk betegek. Pollenallergia esetén viszont hát a klasszikus gyógykezelés, ugye orvosi rendelőkben elsősorban ez jön szóba, azonban mindig életmódbeli tanácsokkal is ellátjuk a betegeket, hogy ne menjenek a szabadba, ha ismert pollenallergiájuk van, ne tegyék ki az ágyneműt, mossanak hajat, mossák meg a férfiak a szakállt, a bajuszt, ugyanis erre a szőrzeteken napközben megtelepszenek a pollenek, és éjszaka ez irritációt okozhat. Az egyik legelterjedtebb és legtöbb embernél allergiás reakciókat kiváltó növény a parlagfű, de az jóval később, július-augusztus környékén kezd majd virágozni, akkor okozhatja majd a legsúlyosabb tüneteket. Tavaly több mint 16 ezeren sérültek meg közúti közlekedési balesetben, mintegy 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója. A kerékpárút hálózatok bővülése és a jó idő egyre több biciklist vonz a közlekedésbe, ám a kerekezők vagy az autósok figyelmetlensége sok balesetet okozhat. A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek kerékpárra, ilyenkor a legfontosabb, hogy a jármű állapota és felszereltsége az előírásoknak megfelelő legyen. Prizmák, csengő és jól fogó fék, ezek a legfontosabbak, valamint az, hogy a közlekedési szabályokat betartsák a biciklisek, és az autósok is figyeljenek rájuk. Az autósok azoknak, hát autósok, ennyi. Figyelmesek? Hát figyelmesek, valamelyik figyelmes, valamelyik nem. A kerékpárral közlekedőknek a kijelölt helyeken való közlekedést ajánlják a rendőrök, hiszen a bicikli utakat és sávokat az ő biztonságuk érdekében építették ki. Elsősorban a kiépített kerékpárút hálózatot tanácsos igénybe venni. Azon kívül fejlem mindenkinek a figyelmét, hogy a járdán, mint olyanon, ahol tilos kerékpározni, tehát az a gyalogosok közlekedésére szolgáló hely, és eléggé elszaporodott sajnos a városban az, hogy a kijelölt gyalog átkelő helyet veszik igénybe a kerékpárosok azzal, hogy a kerékpáron ülve hajtjanak keresztül, ami egyébként nagyon balesetveszélyes és tilos is.
Nyíregyháza belvárosában a Zrínyi Ilona utca és az Országzászló tér találkozásánál két gyalogos átkelőhely is van. Az egyiknél sárga, szaggatott útfestés jelzi, hogy ott akár járművén ülve is áthaladhat a kerékpáros. Persze van, aki inkább itt is tolja bicikliét. Pár tíz méterrel arrébb azonban már csak tolva szabályos, ezt még tábla is jelzi. Azonban pár perc alatt jó néhány szabálytalanul közlekedőt sikerült kameránkkal felvenni, de azért akadtak olyanok is, akik szabályosan bicikliüket tolva haladtak át a gyalogos átkelőhelyen. A városban jó a bicikli közlekedés, hogyha autót vezetek, akkor azt mondom, hogy borzasztó a biciklisek közlekedése, főleg a zebránál, de én is nagyon sokszor szoktam biciklivel jönni-menni. Csak akkor kicsit körültekintőbb vagyok. A legtöbb esetben a biciklisnek van elsőbsége, ám a kivétel erősíti a szabályt. Például Nyíregyházán a Szarvas utca Arany János utcai körforgalomnál. Ha a biciklis szabályosan követi a kijelölt kerékpárutat, a körforgalomnál őt kötelezi tábla elsőbségadásra. Neki kellene lassítania és az autósokat elengednie, ám sokan nem figyelik a táblákat, és így akár saját testi épségüket is veszélyeztetik. A megfelelő ruházat kiválasztása is fontos lehet kerékpározásnál. A láthatósági mellény viselése korlátozott látásviszonyoknál lakott területen kívül kötelező. Sajnos nagyon sok esetben kora reggel és késő este azt lehet tapasztalni például a 36-os vagy 38-as főútvonalon, hogy a kerékpárosok nem viselik a láthatósági mellényt. Pedig higgyék el, nagyon sok baleset azzal is megelőzhető, mert sokkal hamarabb tud egy korlátozott látásviszonyoknál egy sűrű esőben, záporban reagálni a kerékpárosra egy kamionvezető vagy egy gépjárművezető, esetleg megtévezheti egy árnyék azt a járművezetőt, és én nagyon ajánlom a kerékpárosoknak, hogyha át akarnak hajtani főútvonalon, szálljanak le, tolják át a kerékpár, hogy erre is tudjanak a gépkocsival, a gépjárművel közlekedők időben reagálni. A KSH adatai szerint tavaly 16 ezer úgynevezett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt hazánkban, ebből mintegy 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója. Baleset történt ma délelőtt a 4-es számú főútvonalon. Egy kis teherautó éppen kanyarodott az M3-as autópályára, de nem adott elsőbséget egy vele szemben érkező autónak. Az ütközés során a személygépkocsi vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Mindkét járműben jelentős az anyagi kár. Amerikai bölény született a Nyíregyházi állatparkban. A most egyhetes nőstény borjút hamarosan láthatják. Előtte nézzük a híradó további témáit. Kárpát-medencei Kézilabda Akadémia néven utánpótlás képző centrum kezdi el működését szeptemberben Kisvárdán. A magyar kormány támogatásával létrehozott akadémián az első évfolyamon 15 magyar és határon túli fiatal kézilabdázhat majd. 14 érmet szereztek az újfehértói kempusok a portugáliai világbajnokságon. Pásztor Ádám, Lovas László, Krisztián László és Szabó Tibor Benedek 9 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Albufeirából. Amerikai bölény született a Nyíregyházi állatparkban. A most egyhetes nőstény borjút a látogatók már megtekinthetik a park Amerika élővilágát bemutató kifutó rendszerében. A 9 hónapnyi vemhesség után világra jött üsző jól van, és együtt játszik a bölény csapat többi tagjával. A sóstógyógyfürdői állatgyűjteményben eddig egy ivarérett hímbölény és 3 nőstény élt együtt, majd 9 hónapnyi vemhesség után jött világra a csapat legifjabb tagja, a kis üsző születése után már néhány órán belül lábra állt, egyhetesen már csatlakozott anyjával a park bölény csapatához. Az itt élő állatok idejük nagy részét táplálkozással töltik, de előszeretettel hemperegnek az iszapban és a homokban. Az apróság jelenleg 30 kg-os körülbelül, és sokkal világosabb a bundája, mint a szüleinek, és folyamatosan óvja és védi az egész családja őkelmét. Jelenleg anyatejjel táplálkozik, de körülbelül 3-4 hónapos korában már teljesen át fog szokni a szilárd takarmányra, ami zöldségből, szénából és gyümölcsféléből fog majd állni. Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlősének példányait régóta láthatja a közönség az állatparkban, eddig azonban nem volt szaporulat. Jelenleg körülbelül 50 ezer amerikai bölény él, főleg nemzeti parkokban és állatkertekben.
Alapvetően ez a faj Amerikában ősidik óta létezett, 50 milliós csordákról beszélünk. Annak idején sajnos azonban a fehér ember, ahogy betette a lábát az amerikai kontinensre, majdnem a kipusztulás szélére sodorta ezt a fajt. 1905-ben sikerült az Amerikai Bőrnövényvédelmi Társaságnak megállítani a faj pusztulást, úgyhogy azóta most már jóval többen élnek. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben a bölénytől fügtek. Számtalan módon hasznosították, húgyhólyagjából tarisznyát csináltak, vérét és epéjét testük festésére használták. A szárított bölény ürülék tüzelőként szolgált, míg a csontokból a legkülönfélébb eszközöket készítették. Kárpát-medencei Kézilabda Akadémia néven utánpótlás képző centrum kezdi el működését szeptemberben Kisvárdán, jelentette be Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. A magyar kormány támogatásával létrehozott Kisvárdai Akadémián az első évfolyamon 15 magyar és határon túli fiatal kézilabdázhat majd. Kisvárdán jelentős múltja van a kézilabdának, a 90-es években a nemzetközi porondon is szerepelt a városnői csapata. Hosszabb szünet után az elmúlt évben jutott vissza az élvonalba a KKC, amely idővel ismét ki szeretne lépni a nemzetközi porondra. A városban az utánpótlás nevelésre is hangsúlyt fektetnek, jelenleg több mint 200 fiatal kézilabdázik, szeptembertől pedig elindul a Kárpát-medencei Kézilabda Akadémia. Amikor ezt megvizsgáltuk, hogy hol vagyunk erősek itt a régióban, és hol vannak utánpótlási lehetőségeink a határon túl, akkor egyértelműen az volt az álláspont, hogy a kézilabda az egyik ilyen sportág, és ezért gondolta úgy a kisvárdi sportvezetés, a város vezetése, a magyar kormány sportot irányító minisztériuma, illetve államtitkársága, hogy igenis itt szükség van egy ilyen akadémiára, és ezért hozzuk létre szeptember 1-től, illetve az első tanítási naptól kezdve a Kárpát-medencei Kézilabda Akadémiáját, ahol kifejezetten elsősorban női játékosokat, illetve utánpótlásban szereplő gyermekeket fogunk oktatni, nevelni, tanítani, mind a sportra, mind a hitre és mind a magyarság szeretetére. Az első évfolyamban szeptembertől 15 lány kézilabdázó és 15 fiú labdarúgó kezdi el tanulmányait. Az akadémiának otthont adó épület építése hamarosan elkezdődik, amíg el nem készül, a Szent László gimnázium kollégiumában laknak majd a gyerekek. A negyedik év kezdetén 60 kézilabdázó, illetve 60 futballista lakója lesz az akadémiának. 14 érmet szereztek az újfehértói kempósok a portugáliai világbajnokságon. Pásztor Ádám, Lovas László, Kis Krisztián László és Szabó Tibor Benedek 9 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza Albufeirából. A világbajnokokat szerdán köszöntötték Újfehértón. 25 ország részvételével rendezték meg a portugáliai Albufeirában a 14. IKF Kempó világbajnokságot. Az újfehértói Kempó harcművészeti ese 4 versenyzővel képviseltette magát a magyar válogatottban. Kis Krisztián László 4 arannyal, Szabó Tibor Benedek 3 arannyal és 1 ezüsttel, Lovas László 1 arannyal és 2 ezüsttel, Pásztor Ádám pedig 1 arannyal és 2 bronzzal tért haza a VB-ről. A világbajnokokat szerdán köszöntötték Újfehértón. Nyilván személy szerint én is, de a önkormányzat képviselőtestület is rendkívül büszke arra az eredményre, amit folyamatosan a kempósaink nyújtanak a teljesítményükkel, és természetesen az, hogy világversenyeken megjelennek, és elhangzik Újfehértónak a neve, ez a lehető legjobb marketing a város számára. Nyilván ezért is megteszünk mindent, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, zavartalanul tudjanak készülni ezekre a versenyekre, és nem csak gyerekként, hanem majd későbbiek során felnőttként is tovább tudják öregbíteni a városnak a hírnevét. Pásztor Ádám, akinek nem csak versenyzőként, hanem edzőként is volt feladata a világbajnokságon, elégedett az általa szerzett 3 éremmel. Beleadtam mindent, készültem rendesen, heti rengeteg edzésre, napi 2-ket nyomtam, és tényleg önvédelembe be is érett a gyümölcse. Lehetett volna jobb a másik 2-be is. Igaz, nem minden mindig rajtunk múlik, mert kemény mezőny is van, bírói gárdával se lehet mindig egyet érteni, de meg vagyok elégedve magammal, mert tényleg dobogós helyen értem mindháromba, amiben neveztem. Jövőre próbálok több aranyat hozni, de remek szerintem.
A világbajnokságon a magyar csapat 36 arany, 24 ezüst és 25 bronzérmet szerzett. A 16 éven aluliak az élen végeztek a csapatversenyben, a felnőttek pedig Spanyolország mögött a második helyet szerezték meg. A szövetség alelnöke szerint a négy újfehértói fiatalnak jelentős szerepe volt a sikeres szereplésben. Ők már nagyon régóta stabil szereplői a válogatottnak, ugyanúgy hozzák az eredményeket, mint pár évvel ezelőtt, lehet rájuk számítani, és tovább tudnak fejlődni, meg tudják védeni a címeiket, hogy számítunk rájuk a következőkben is. Az újfehértói kempúsok októberben a szlovákiai Európa-bajnokságon képviselhetik majd a magyar színeket. A portugáliai VB-n döntés született arról, hogy a 2018-as világbajnokságnak Magyarország lesz a házigazdája. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A sütődék is áfa csökkentést szeretnének. A kenyér alapvető élelmiszer, ezért is lenne indokolt a 18-ról 5%-ra történő adómérséklés, mondta el kérdésünkre a Magyar Pékszövetség alelnöke. Lakatos Tibor hozzátette, az áfa csökkentés a fogyasztást is növelné és fehéríteni az ágazatot. Már tart az allergia szezon, most a platán, a tölgy, a pánzsitfűfélék és az eperfafélék okoznak kellemetlenséget az érintetteknek. Az általunk megkérdezett allergológus főorvos azt mondja, az allergia genetikai hajlamú megbetegedés, ám lehet, hogy csak felnőtt korban fejlődik ki a betegség. Egyes felmérések szerint a lakosság negyedének van valamilyen allergiás tünete. Tavaly több mint 16 ezeren sérültek meg közúti közlekedési balesetben, mintegy 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója. A kerékpárút hálózatok bővülése és a jó idő egyre több biciklist vonz a közlekedésbe, ám a kerekezők vagy az autósok figyelmetlensége sok balesetet okozhat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 18-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Marad a napos, késő tavaszi idő. Egy tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon déli peremén száraz és meleg levegő érkezik térségünk fölé, így nyugodt, csapadékmentes időre készülhetünk. Az éjjeli órákban derült, száraz idő várható. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napok alapvetően napos, gyengén felhős időt hoznak térségünkbe, csapadékra sem kell számítani. A hétvégén, illetve a jövő hét elején ugyanakkor átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás, az enyhe éjszakákat kellemesen meleg nappalok követik.